Ez a rendezvény egy pályázatnak a záró programja. Köszönöm, hogy ilyen szép számmal eljöttek, kívánom, hogy érezzék jól magukat. Most átadnám a szót dr. Horváth József alpolgármester úrnak, a KEF elnökének, aki egy pár kedves szóval megnyitja rendezvényünket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves szülők, kedves gyerekek! Ilyen nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai rendezvényen. Úgy tűnik, hogy az idő kedves lesz hozzánk, a nap nem nagyon süt, az eső nem esik, úgyhogy egy kellemes délután szervezett itt az intézmény önöknek, és sokat beszélgettünk, én azt gondolom, hogy egy ilyen intézménynek az a lényege, hogy valami ne tárgyat, valami örömöt szerezzen itt az embereknek, tehát ha jutalmat adunk, élményjutalmat adjunk, és úgy csinálták meg a programot, hogy remélem, hogy délután kicsiknek, időseknek, szülőknek egy jó élményt tudunk biztosítani. Hát a másik pedig, hogy a szabadban itt vagyunk, úgyis hétköznap a otthon falai között, vagy az intézmény falai között a morcos időben egymást nézzük, most kiszabadulhatunk, és a beszélgetés mellett, a jó programok mellett itt el tudunk tölteni egy nagyon kellemes időt. A másik nagyon fontos, hogy a programok olyanok legyenek, hogy mindenkinek tetszenek. Ugráróvár van, lufi, jön a kakaózenekar, majd 5 órától muzsikálni fog. Itt vannak a rendőrök, gokart bemutató van, tehát el lehet tölteni ezt az időt, amit itt délutára szerveztek önöknek. És ennek a mai napnak egy másik emléke is van, a kábítószer ellenes világnap lesz hétfőn, és ez is kötődik a családokhoz, hiszen tudjuk ma, hogy a kábítószer családokat, egyéneket pusztít el, nagyon sokan börtönbe kerülnek, kórházba, elmegyógyintézetben vagy meghalnak, és a családoknak nagyon fontos szerepe van, hiszen a kábítószer fogyasztás már az általános iskolában elkezdődik, és azért a család tud legjobban odafigyelni erre. Mi azt gondoljuk, hogy egy stabilitás és biztonság kell a gyereknek, hogy a gyerek már ne kezdjen, ne térjen el, hogy normális személyiségfejlődése legyen, és ma Magyarországon minden második házasság válással végződik, de a szülőknek oda kellene figyelni, lehet, hogy ők nem értik meg egymást, de a gyerek azért az övöké. És én azt gondolom, hogy egy normális személyiségfejlődéssel, szeretettel a gyerekeket abba az irányba lehet fordítani, hogy ne menjenek el a kábítószer irányába. Tehát a mai napon legyen egy vidám délután, érezzék jól magukat, a családjukat pedig tartsák együtt, úgyhogy én maguknak szép délután kívánok és jó szórakozást. Köszönöm, és akkor megnyitom ezt az ünnepséget. És ami lehetőség van, használják itt az udvarban. Köszönöm a figyelmüket. Itt állunk a Családsegítő Központ udvarán, és kijött ide most a rendőrség is regisztrálni a kerékpárokat, amiről már biztosan mindenki sokat hallott. Arról szeretnénk kérdezni Gyuris Mónika a főhadnagyot, aki Ajkán koordinálja ezt a kerékpár regisztrációt, hogy tulajdonképpen honnan is indult ez a kezdeményezés? Maga a program egy országos kezdeményezésnek a része, 2016 tavaszán indult. Előző évben elsősorban a Balatonparti kapitányságok éltek a programnak a lehetőségével, hozzánk pedig 2016. októberében jutott el, ahol a Vörösmarty általános iskola kerékpár tározója előtt regisztráltuk a kerékpárokat. Azóta egy alkalommal került sor újabb regisztrációra, a Fekete István általános iskola udvarán, a Házhoz Menjünk program keretén, illetve most itt a Családsegítőnek az udvarán. És mikor tervezitek legközelebb, hogy hova fogtok menni, hogy hova fogtok kitelepülni, hogy erre lehetőségük legyen az embereknek, mert nem biztos, hogy most mindenki hallott erről. Maga a regisztráció az teljesen ingyenes, bárki bejöhet, viszont előzetes regisztrációhoz kötjük, bejön a kapitányságra, időpontot egyeztetünk, és megbeszélt időpontban regisztráljuk a kerékpárját. Ilyen nagyobb meghirdetett rendezvény a mobilitási héthez lesz kötve szeptember közepén. Én úgy tudom, hogy arra is lehetőségük van az embereknek, hogy otthon, a számítógép előtt egy bankkártya segítségével tudják regisztrálni a kerékpárjukat. Ennek mi a menete, vagy mit kell erről tudniuk az embereknek? Így van, a bikesafe.hu honlapon teljeskörű információt kaphat mindenki, aki regisztrálni szeretne, a rendőrség ingyen regisztrál, viszont ha valaki magánemberként beszeretné regisztrálni a kerékpárját, úgy tudom, hogy 300 forintba kerül ez.
Hát ez valóban egy nagyon-nagyon jelképes összeg, és volt-e már, vagy van-e már valamilyen tapasztalat, hogy az embereket mennyire érdekli ez a regisztráció, hogy elsősorban kik azok, akik szoktak jelentkezni, vagy eddig akik jelentkeztek, és hogy ajkán mekkora igény van erre, hogy vannak már ezzel kapcsolatos tapasztalataitok? A programjaink során népszerűsítettük maga a regisztrációt, jónak értékelte a lakosság, egyre többen jönnek regisztrálni, a kerékpár elhelyezünk a regisztráció során egy-egy ilyen hologramos matricát, ami már az eltulajdonítóknak is egy kicsit szemet szúrhat, hogy akkor ezt a kerékpárt nem érdemes eltulajdonítani, mert be van regisztrálva. Köszönjük szépen, és még a bűnmegelőzéssel kapcsolatban, hogyha feltehetnék egy kérdés, hogy megjelent az a sajtóban, hogy időseket, nyugdíjasokat felkeresik ablakcsere ügyben, és hogy nagyon súlyosan több százezer forinttal megkárosítják őket, hogy végülis mit tehetnének ez ellen, hogy kérjenek-e tőlük valamilyen iratot, vagy hogyan lehetne ezt megelőzni, és hogyha már megvan a baj, akkor mit tegyen az idő? És milyen segítséget kérni, és kihez forduljon. A csalók célpontjai kiemelten az idősek, évről évre egyébként a trükkös tolvajlásnak, a trükk tárháza az nő, ez kimeríthetetlen, bármilyen trükkkel próbálkozhatnak, és a napokban hallottunk mi is ugye az ablakcserével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy bármilyen munkázok, csak olyan emberre, szakemberre végeztessünk, akit esetleg valamelyik ismerősünk, barátunk, rokonunk ajánlott, vagy itt helyben elérhető és régóta, úgymond visszaellenőrizhető múlttal rendelkezik. Idegennel ne álljunk szóba, idegen ne engedjünk be, legyen az akármilyen mondjuk itt vizet kérnek, papír gyűjtenek, pénzt gyűjtenek beteg gyerekeknek, ha segíteni szeretnénk, bármilyen más módját is választhatjuk a segítségnek, mint hogy ott a saját lakásunkba behívjunk bármilyen idegen személyt. És itt Ajkán is van ez a program, hogy a rendőrségházhoz megy, tehát hogy felkeresik az idős embereket, és tájékoztatják őket arról személyesen, hogy mit kell tenni, hogy hogyan kell védekezni a bűnmegelőzéssel szemben. Van ilyen Ajkán? Természetesen van. 2015 őszén indult maga a házhoz megyünk program, annak keretén belül regisztráljuk a kerékpárokat is, és előző évben minden hónapban egy-egy hetet kitelepült a rendőrség előre meghirdetett információs pontokra, ahol bárki jöhetett tanácsot kérni. A program keretén belül lehetőség van, hogy a lakásokat auditáljuk, vagyis felmérjük a biztonságát, a nyílászárok mennyire biztonságok, tegyük fel a bejárati ajtóba, milyen zár van, az törhetetlen vagy sem, hány ponton záródik, szereljen fel az illető kamerarendszert, mozgásérzékelőt, ablak ajtóriasztót, ez mind a saját biztonságukat szolgálná. Ezt ingyenesen felmérjük. És lehet erre jelentkezni? Tehát, hogyha az idős úgy gondolja, hogy segítséget kér, akkor befárad a rendőrségre, és kérhet ott segítséget? Így van, nyugodtan bárki befáradhat, bejön, elmondja, hogy milyen ügybe szeretne segítséget, és mi állunk a rendelkezésükre. Ha vége van ennek az intelligenciás időszaknak, és kijön a nyár, akkor mit lehet csinálni ilyenkor? Fürödni! Ki szeretne fürödni? Na, azt nem fogunk. És még mit lehetne csinálni? Labdázni! Ki szeret focizni? Azt se fogunk. Ki szeret mondjuk biciklizni? Na, azt fogunk. Hoztatok bicajt? Hoztál? Én is hoztam ám. De most tényleg nem hoztatok? Eljössz kakaó koncertre, bicikli nélkül. Én megmutatom ám az én bicajomat, megmutassam? Nem emettek ki? Megígéritek? Most akkor nem vagy nem? Nem, tehát nem ígéritek meg, hogy kinevettek. Értem, világos. Na figyelj, ez az egyik pedal, ez a másik pedal. Megmutatom, hogy kell tekerni. Köszönöm szépen, barátom, a tapsot, a virágokat az öltözőbe, jó? Na szóval! Csüste, mindenki ad lássa, hogy te keltek, gyerünk! Gyerünk a lábakat, gyerünk elő! Indul a bicaj! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nagymamák is beszállhatnak! Hol van már a tavalyi hó? Bicikli kell, nem szánkó! Na most pattanjon fel mindenki, adásom a kezeket, figyelj! Számoljunk
a láthatár. Nézz körül,